kezdjük úgy, hogy ki mit játszott tulajdonképpen a sorozatban, hogyha mondanátok három mondatot arról, hogy mikor kerültetek be a sorozatban. Nemcsák Károly is megérkezett ide hozzánk, és mindjárt még egy széket fogunk szerezni, vagy kérünk még egy széket. Tehát, hogy mi volt a ti szerepetek a Szomszédokban, hogyha három mondatot mondanál erről, hiszen olyan generációk is itt vannak velünk, akik lehet, hogy még csak a szüleik okán ismerik ezt a sorozatot. Lengyel Katalin vagyok, és a Gábor Gábor Szalon műkörmöseként, Vica Cicaként debütáltam a sorozatban. Vica Cica, igen, emlékszünk. Köszönöm. 90-ben kerültem be, ha jól emlékszem, egészen pontosan főiskola után, úgyhogy még nekem nagyon friss és nagyon... Szerelmes lett beléd egy egész ország, gondolom, ezt hát te is érzékelted. Remélem, hogy ez volt a cél. Igen, így történt. Ugye azóta tulajdonképpen szinte nem volt ilyen nézett televíziós produkció, és éppen arról beszélgettünk, hogy nem is nagyon lesz már, hiszen annyira széttagolódtak a televíziócsatornánk. Te hogy érzékelted, hogyan érezted ezt a sikert? Az utca embere megtámadott, elkaptak? Gyakorlatilag igen. Azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak a szereplőit mindenhol felismerték. Tehát bárhova mentek a művészek, a kollégák, legyen az közért, benzinkút, vagy bárhova. És nagyon aranyosan, nagyon kedvesen, nagyon... Én nem éreztem tolakodónak egyáltalán, és azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon öröm volt ez az egész. Amennyire mi szerettük, ugyanazt a szeretetet kaptuk vissza. Oké, menjünk tovább. Gábor Gábor stúdió még. Igen, Gábor Gábor stúdió, Fruzsi vagyok, azaz... Pregi... Köszönöm szépen. Fruzsi vagyok, azaz Fruzsi. Azaz Pregicer Fruzsina, és hogy nem, 1993-ban már a Móricz Zsigmond Színház tagja voltam, amikor bekerültem a sorozatba, és hogy nem a sorozatban, egy nyíregyházi lány voltam, aki eljött Budapestre szerencsét próbálni. És hát a Jóistennek egy nagyon nagy ajándéka volt, hogy ilyen csodálatos kollégákkal lehettem együtt, olyan csodálatos szakmai stábbal, ahogy segítettek, figyeltek ránk, ahogy csomó fortéra megtanítottak, ahogy ilyen-olyan aprók is, akik egyszer csak elsimultak és megoldódtak. Tehát egy nagyon-nagyon nagy, nagyon fontos időszaka volt az életemnek. Befolyásolta a pályádat? Feltétlenül. Nagyon sokat járok a határon túlra, Erdélybe, a Felvidékre, máshova, és nagyon érdekes, hogy az ember kiáll és belekezd egy akármilyen versbe, de nekem már ott volt mögöttem egy olyan hitel, egy olyan mögöttes, hogy nem a ötödik versszaknál kezdtek el belekapcsolódni, hanem már rögtön az elején. Tehát ez egy nagy ajándék. És mennyi időn keresztül szerepeltél folyamatosan? Hát, zárásig. Oh. A nagy csoport kép, ahogy ott állunk este. Azt én nem is tudom, amikor... hogy volt a vége, akkor én már nem szerepeltem, hogy majd elmesélitek, hogy ki hogyan emlékszik. Beszálltunk a mikróbuszba, ugye? Kollégák? Hogy ugye? Volt... Jól tetszenek, a közönség jobban emlékszik. Ki hogyan emlékszik? Utolsó forgatási nap, Karcsi, te hogy emlékszel arra? A legutolsó forgatási nap. Nem emlékszem. Volt utolsó forgatás, kérdezi Nemcsák Károly. Beszálltunk egy buszba. Beszálltunk, igen. És mindenki ott visszakapta a saját nevét. Igen. És a Rátóti Zoli elvette a Závodszky Noémit. Ugye? Valami a dereng. Mindjárt Rátóti meg. Hol a Rátóti? Rátóti Zoli valahol szerintem interjút ad, úgyhogy majd jön. Lepsémné még meg volt. Na jól van, visszajövünk még a kérdésekkel, menjünk tovább. Az iskolába érkeztünk el, ugyebár? Igen, én vagyok a Bujáki. Micsoda népszerű karakter! Micsoda népszerű színművész! Pedig a Bujáki egy ejtőernyős volt. Az, tudom, igen. Hogy a mai közönség tudja, mit jelent ez. Hogy mit jelentett akkor, a rendszerváltáskor, ugye ez egy volt pártember, a Bujáki, aki ugye miután megszűnt az egyeduralkodó párt, kiesett a Pixisből, és a tisztes polgári életben kellett érvényesülni, és ez az iskola befogadta. Mert be kellett fogadnia. Ne, de hát ez egy rendes ember tulajdonképpen. Rendes volt. A múlt rendszerben is rendes emberek. Tovább megyek, a mostaniban is vannak? Igen, mondjuk rá. Jó. Szóval, és aztán így megtalálta a helyét az életben, sőt, még a tornatanárnőnek udvarolt is, aki a Gornagy Mária volt. De haj, emlékszünk, nem csak Gornagy Máriára, ezekre a jelenetekre is. Te tulajdonképpen egy alapszereplőnek számítottál.
Onnantól hát kezdve, hogy beejtőernyőztél a sorozatban. Igen, de nem rögtön az elején, nem emlékszem pontosan, hogy a második vagy harmadik évben léptem be, és attól kezdve végig szerepeltem. Köszönjük, jövünk majd vissza. Pásztor Erzsi, Janka néni! Hát megkérdőjelezhetetlen a legnagyobb siker! Erzsikém, a jóisten éltessen! Idén kerek évforduló volt, 70 éves volt a művész. Köszönöm szépen. Hát én az első forgatási nap voltam, és azért emlékezetes nekem ez különösen, mert aznap hagyta el a kislányom az országot. És 11 vagy fél 12-kor indult a vonata a keleti pályaudvarról, és én olyan ideges voltam, hogy szívem szerint ott hagytam volna a forgatást. És mondtam az Ádámnak, hogy én nagyon-nagyon szeretnék elmenni, és mondta, hogy odaér. Annyira emlékszem, hogy hát rögtön undok voltam, ugye mindjárt az elején. És egy ordinári sublótot ajándékoztam ezeknek. Ezeknek? De úgy, hogy nem akarták elvinni, és én mondtam, hogy becsüljék meg, ma nagyon, értéket 30 ember kellett ahhoz, hogy megmozdítsák. És emlékszem, hogy ott hagytam, aztán mentem, robogtam. Egy trabantom volt abban az időben, és akkor én mentem a keleti pályaudvarra, mert a lányom már fönn ült a vonat, őt kivitte a család a vonathoz, és én onnan odaértem. És emlékszem, hogy mondtam, Henike, újságot hozzak, és azt mondta a lány, ugyan, mami, hagyjál békében, elmegyek. És akkor elváltunk így, majdnem haraggal. Beültem, a vonat elindult, én beültem a trabantba, és körülbelül egy 2 métert mentem az autóval, amikor kaptam egy olyan sírógörcsöt, hogy nem bírtam hazamenni. Többen megállítottak, ott megkérdezték, hogy rosszul vagyok, hogy mi bajom, de akkor még azért nem ismertek ennyire az emberek. Ez csak később jött, mikor már bevált a Janka. És aztán attól kezdve, de én nem voltam, én nagyon ritkán voltam. Én elmondtam itt egy pár mikrofon előtt azt, hogy igazából engem önök emeltek főszereplőjévé a sorozatnak, a közönség. Mert én elvétve 6 hétben egyszer, ha voltam, én egy mellékszereplője voltam, végig benne voltam, de egy olyan mellék. És a közönség emelt engem aztán főszereplővé. Bravo! Azt mondják, hogy azt mondja a fiatalember, mert nagyon hiteles voltál, és ez a piálásra tetszik gondolni? Már bocsánat kérek, mert Erzsikéről, hogyha valamiről híres Erzsike, sok minden mellett, a humora, a professzionalizmusa, a jó szíve mellett, hogy ő aztán abszolút nem iszik például alkoholt. Tehát távol áll tőle, ehhez képest tényleg ő lett Magyarország legpiásabb karaktere. Ezt elmondhatjuk. Gyakran kínálgatnak? Hát azt nem mondanám, hogy kínálgatnak, hanem például egy tegnap előtt engem kértek föl Budafokon, hogy én reklámozzam a budafoki borfest. Hát ki hitte volna? És akkor eljöttek a lakásomra, és egy videóra mondtam, hogy lehet, hogy a vágásiék elmentek halászlét főzni, de én Budafokra megyek a borfesztiválra. Zseniális! Egyébként azt el kell mondjam, hogy azt lehetett tudni, hogy ha a vágási családban ugye a csengő megszólalt, akkor általában Karcsi és Ivancsi csillan, Janka néni. Szóval ez csak te lehetsz. Ehhez képest a mai napig a privát életben elképesztően jó viszonyban vagytok, csodás kollégák vagytok, és hát a színházban pedig egy különös munkatársi kapcsolatban is. Így igaz. Hiszen nem csak kell, hogy a József Attila színház igazgatója, és ugye Erzsike ott is láttam valamikor, játszott, most igen. Már nem. Ez egyben felszólítás is volt természetesen. Én most már híresebb kollégákat hívom. Nem baj, nem maradszom. Viszont itt a kerületben, a Karinti Színházban láthatunk téged gyakorta. Megyek máshova játszani. Oké. Okay. Szomszédban. Köszönjük szépen. Mikor kezdődött?
nagyon régen, kulisszatitkot el tudok árulni, hogy én annak idején a 10. részbe voltam eredetileg beleírva, hogy akkor már, mint medika találkozom a doktor úrral, Magenheim doktorral, igen, Kulka Jancsival, Jánossal, és aztán valahogy nagyon jó idő volt azon a nyáron, és akkor elkezdtünk a Dunán hajózni, és akkor egyszer csak beleborultunk a Dunába. Komolyan? És akkor igen, igen, és akkor kimentettem a barátnőmet, és mesterséges légzést adtam neki, amikor is kioktatott a doktor úr, hogy hát jól csináltam, de azért még tanulni kell, és aztán ugye egy-két héten belül találkoztunk újból, úgyhogy akkor már mint váltó doktornéni, Éva doktornéni voltam, és végül is mindig körül lengett az, hogy kések, hogy valami gondom van, hogy férjhez akarok menni, hogy mindig másnak udvarolok, mint akinek kéne. Igen, egy kicsikét körbe zsongtam a doktor urat is, de hát ez így nem. Igen, igen, igen. De akkor nagyon hálás, jó szerep volt, tehát ezt gondolom szeretted játszani. Nagyon, nagyon, tehát ez annyira jó volt. Igaz, hogy én gazdag réten nagyon keveset voltam, sőt mondhatnám, hogy egyszer csak ide kellett jönnöm, aztán átvittek, de itt nem is forgattunk. És eleinte voltak külső helyszínek, ahol mentősként ugye dolgoztam, de inkább bent a Markó utcában, az bent a mentősközpontban voltam, úgyhogy a fehér köppeny meg a kabát, ez volt a két ruha, amit hordtam, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem. Az volt az érdekes, hogy ez már akkor nem az első ilyen doktor nénis szerepem volt, és valahogy... Meg talált előtt a színházban, vagy tévében? Nem, ilyen tévéjátékokban volt, úgyhogy hál' Istennek ez úgy látszik, elég intellektuálnak néztem ki, hogy ezt megkaphassam, ezt a szerepet. Szerencsére nem kértek tőlem első segéd sehol sem, és hogy gyógyítsak senkit sem meg. Úgyhogy hál' Istennek így nem futottam kudarcba. Nagyon szerettem, úgyhogy mindenkivel nagyon szerettem, de hát ugye kevés pont a mentősöket képviselem. Mert ugye igen, most nem egyedül ebből igen. A szekcióból. Úgyhogy én a többiekkel igazából csak máshol szinkronba, színházba találkoztam, úgyhogy én egy ilyen kakuktojás vagyok a csapatból. Ó, sziasztok, Sajgár Erika, szevasztok, szia István, szevasz Pista, gyertek. Nagyszerű, Desiré is megérkezett, ugye az egykori Desiré. Kérlek benneteket, hogy gyertek, foglaljatok helyet, és még itt köszöntik egymást a színpadon a szereplők, addig Trokán Pétert kérdezem. Na, PM, pont a legrosszabbkor. Trokán... Mi van, mit jó pofás volt? Mit mondtál te gazember? Nem, csak azt mondtam, a legrosszabbkor. Szia, Erikám! Millió csók! Én sem szeretnék kimaradni a puszik özönéből. Nem csak azt az mondtam, ő kezéről csaptam le az almát. Igen, jókor tud érkezni a színész kolléga. Voltatok valaha riválisok a színpadon, vagy bármilyen helyzetben, Pistával? Vagy csak a szomszédokban? Nem. De a szomszédokban sem találkoztunk, csak igen, ő udvarolt először, aztán na nem tudom, én voltam a befutott. Aztán Laci, igen, Laci, ugye? Laci a pincér, ugye? Epres Attila volt igen a legkorábbi udvarlója, aztán utána volt a Pisti, és aztán jöttem én. Úgy kerültem bele, hogy az Ádám fölhívott, megkérdezett, hogy te, van neked most szakállad? De tényleg azt kérdezem, azt mondom, van, mert akkor éppen volt. Kicsit hosszabb, mint most, és más színe volt. És azt mondta, hogy csak azért, mert hogy én nem a legelején kerültem bele, ugye májusban kezdődött a forgatás, én valamikor olyan az adás. A vadász szezon kezdetén hangzik itt a válasz. Tizenvalahanyadik résznél kerültem bele. Szelényi Jánosként, ugye? Igen. És te erdőmérnök voltál? Igen, erdőmérnök, aztán neveztek engem. Fővadász erdésznek, favágónak is hívtak. Favágó? Igen, néha villamoson mondták, nézd ott a favágó. Csodálatos. És aztán igen, te is az utolsó epizódig. Csak bocsáss, még visszatérek oda, hogy Ádám azt mondta, hogy ha van szak, hát azért, mert most keresek egy férj jelöltet az almának, és az egy erdész, és hogyha lenne szakad, az jó lenne. Mondom, van, úgyhogy leszerződtetett. De és ezt azóta is őrzött, hogy hát, ha még egyszer jön egy ilyen hívás, épp most van szakállod, és akkor jó lesz az a szerepre? Igen, de hogyha esetleg valami Mikulás szerep van, akkor már az jobban fog állni. Gondoljunk rád. Oké. Na jó van, köszönjük, visszajön még a szó hozzád minden. Erzsike, nem akarsz még valamit mondani?
Elsőképpen én... Adjátok vissza neki, olyan jókat. Számra is jól ismert történetek. Mondja, de itt, mert nem halljuk jól, bocsánat, hogy a mikrofont egy perccel Erzsike visszakaphatja, akkor... Mesélj még valami. Mit akarnál? Ne, én nekem majd lesznek később kérdéseim, csak ugye azt mondják a kollégák, hogy olyan hihetetlen sikered van, hogy gyakorlatilag neked kéne itt stand-up-olnod, hogyha jól értem itt az elhangzottakat, de Freud Edittel menjünk tovább, és akkor Edittkét köszöntsük nagy szeretettel. Magenheim, de köszönöm szépen. Született Szikszai Júli. Dr. Magenheim Ádámné. Született Szikszai Júlia. Született Szikszai Júlia. És neked mi volt a foglalkozásod? Nem tudod. Hogy ne tudnám, csak itt mondom, rengetegen van, akik nem tudják. Én kozmetikus voltam, a kozmetikus, úgyhogy... Gábor örök szívszerelme. Egyetlen... Szívem egyetlen királynő. Így van. Szívem egyetlen királynője. Jaj, de szerettem, ha mondtam. Jó volt az egész időszak? Ja, abszolút, igen. Neked, fantasztikus 12 és fél év volt. Igen? Neked és nektek, mert ezt sem tudják gondolom sokan, ez kitöltötte az életeteket akkor, tehát gyakorlatilag ez egy fő állás volt a Szomszédok, vagy emellett volt egy csomó minden? Naívan teszem fel a kérdést, mert tudom a választ. Igen, volt színház, szinkron, plusz én akkor szültem, ugye, mert Franciska beleszületett a sorozatba, úgyhogy anya is voltam, tehát abszolút ki volt töltve az időm. Viszont én értelemben bizonyos tekintetben követte az életedet is a karakter története, tehát ugye ott is igen, édesanya lett ismételten, ugye igen. Júlcsi után a Júli, és ugye amikor te is nyilvánvalóan, tehát ezt a kedves nézők veled élhették. Hát ezt végigkövethették gyakorlatilag. Hát az érdekessége az, hogy délelőtt még forgattunk, de én kértem Ádámot, hogy szerintem picit vegyük föl hamarabb azt a jelenetet, mert hát fogok. Igen. És este a valóságban is világra jött Franciska. Fantasztikus. Péter, te az imént még szerettél volna itt nem szólni. Nem, az Erzsike szeretett volna. Erzsike szeretett. No jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, és aztán majd jövünk vissza. Mikortól? Ince Ildikó, már 8, azt hiszem, hogy 87-től, de először még derékig érő hajam volt, és mint fotómodell szerepeltem az első stúdiójában. És te is a Gábor szalonhoz kapcsolódóan. A Clarissima Mia, nagyon Clarissima, francos. Clarissima, igen. Clarissima. Igen. Most, hogy megmondtam, most már tudják. Clarissima, hát persze. Clarissima Mia. Mindig bodorított haj, mindig talpik smink, enyhén felismerhetetlen, de hát valamiből fel kellett tartani a kozmetikát is. És hát nagyon tetszett nekem a férje, és többször megpróbáltam elcsábítani Magenheim urat, de nem, valahogy nem vette a lapot. Néha tartottunk néhányszor egy nagy-nagy estét, meg az első magánklinikáján is ott találkoztunk. Azt hiszem, támogatója voltál? Én voltam voltál, a főnök, igen. A főnök, aztán lettem voltál főnök, a főnöke, tehát nagyon igen. Sokára vittem, de ott is megpróbáltam. És még így sem jött össze? Nem, sem. Nem kellettem, és... Na, igen, Magenheim hűséges pari volt. Voltak azért volt. Ott nőgyek, szóval a Malek Andi és egyebek, ugye? Is. Neki is, nekem is. Hát jó, is. Bocsánat, nem akartalak ezzel alábecsülni. Mind a kettőtöknek... Hát bocsánat, valami kell, nem? Valami söprögetni a saját kell. Házatok táját. Csak egy nagy boldog házas, na az a vágásiéknak volt. Nálunk azért voltak kikacsintások, de csak ennyi, hogy ő férfinak érezze magát, én meg nőnek. Ennyi. Oké, rendben, ez is egy abszolút elfogadható álláspont. Böröndi Tamás megint vissza az iskolába. Na még csak annyit, hogy a Clarissima Mia csak eszembe jutott. Visszaadom a szót neked minden. Vigyelj, fejjel, csak egy mondat. Hogy eszembe jutott, hogy én karácsonykor a Karácsony-szigeteken, húsvétkor a Húsvét-szigeteken nyaraltam. Szóval én egy kicsit kilógtam a sorból. Átadom a tanár úrnak, szegény szerencsét. Azon agyaltam, hogy mikor, hogy került, de a történet nagyon édes, hogy belekerültem. Na. 80-tól 84 évig, 84 évig. 84 évig. 80-tól 84 évig voltam 84 éves korodban. Debrecenben. Előtte még főiskolásként a tanárnak, Horváth Ádámnak benne voltam a Petőfi filmjében. Mit csináltál Debrecenben? Csak hülyeskedek. Jó. Díszletet tologattam valami. Nem tudtam kihagyni, bocsánat. És az volt az érdekes dolog, hogy 84-85-86-ban Tihanyban itt voltak barátaink, a klub Tihanyban, és elmentünk, és a tanárul ott ült egy asztalnál, és írt. Oda mentem, köszöntöttem, jaj, Tomikám, te itt vagy, már följöttél Debrecenből, igen. És mondom, drága tanár, és mit csinálsz? Hát azt mondja, írok egy ilyen sorozatot. Tényleg, és befejeződött a beszélgetés. Egy hét múlva megjött a diszpó.
Még egy rövidke pici történet, ugyan hasonlóképpen, hogy a tanárikar az nem az első sorban működött itt a sorozatban, de hát ugye hallottuk, hogy a Kulka Jancsit nem egyszer hívták már beteghez, ugye voltak ezek a tévesztések. Most őszintén mondom... Meg Csűrös Karolát meghívták egy kerámikus találkozóra, vagy valami még, ilyesmit, igen. Az szép. Na most egy olyan dolog történt... Kerámikus fesztivál fővédnökének, nem hisz tényleg? Mentünk le Miskolcra, Straub Dezső és Nyerte Zsuzsi kollégámmal, és a hármasnál, a Shell kútnál tankoltam. Volt egy aránylag szép autóm, egy ilyen ezüstszínű Honda, semmi extra. És akkor le volt tekerve az ablak, nyár volt, meleg volt. Ugye kiszálltam, oda jött az ember segített, és úgy hol mosolygott, hol ilyen nagyon komoly volt. Nézett be, úgy látta, hogy ismerős arcok ülnek, de úgy azt éreztem, hogy borzasztóan méreget. Azt mondja, ne haragudjon maga, ugye a tanár úr a szomszédokba. Mondom, igen. Azt mondja, hogy jutott magának ebből a fizetésből ilyen autóra? De jó! Esküszöm, azt hittem, hogy hülyéskedik. Óriási. Olyan komoly maradt az arca utána, hogy ültünk be, aztán spricceltünk el gyorsan. Óriási! Mennyi voltam én, köszönöm. Böröndi Tamás! Belsőci László. Szevasz. Te mikor kerültél be? Rendőr? Az évszámot nem tudom pontosan, de azért már elég régóta ment a sorozat. És akkor nagyon irigykedve néztem a kollégáimat, hogy benne vannak, és mit nem adtam ez volna. Ezzel szerintem az egész szakma így volt egyébként, azt kell mondjam. Ugye ment a fikázás akkoriban is, hogy tévésorozat meg devalválódik az arca, meg nem tudom. Szóval voltak ilyen hangok, de én szerintem gyakorlatilag, ahogy mindenki nézte, ugye a mi szakmánkból is mindenki nézett minket, és mindenki szeretett volna szerepelni benne, és az volt az irigy, aki nem került be. Nekem ez a véleményem. No, bocsáss meg. Addig én is utyomban néztem, minden részt megnéztem, és amikor végre megkaptam az első behívót, többet nem, a plafonig ugráltam örömömben, akkor úgy kerültem bele, mint nyomozó. Bernát professzor. Bernát, hát tudod, mindent tudok. Nyomozóként. És János régi barátja? Egyben? Miket tudsz? Igen. Hát, talán erre nézők nem is emlékeznek. Ez az internet, Karcsinak köszönhetjük, nem csak Karcsinak, hogy az internetbe beszálltál akkor. Szóval azóta van nekünk Google Magyarországon, és így tudtam én is meg azokat az információkat, amik kiestek az évek során. Tehát innét vagyok ilyen okos, nem magamtól. Hát igen, és tényleg Jánosnak voltam ugye az egyetemi, hajdani egyetemista korunkban nagyon jó barátja, akivel később aztán együtt jártunk kosarazni. Emlékszel rá, Péter? No, ez az igazságtól nem állt messze, mert mi a színi tanulmányaink kezdete óta igen-igen jó barátságban vagyunk. És sok nyomozni valón volt. Na és mik voltak? Mert ugye ez egy, a nyomozó szerep az önmagában egy vadonatúj szállat hoz be ebbe a történetbe, hiszen akkor nyilván bűnügyek kapcsán kellett megjelened. Milyen sztorik voltak? Rablások, drogok, autólopás. Az autólopás az meglehetősen szimpatikus vonal volt. Én akkoriban itt laktam az Őrmezőn, sőt, akkor Péter is eléggé közelünkben. És egy alkalommal, amikor ki kellett nyomoznom egy autólopást, hazamentem, felháborodottan. Másnap reggel fölébredtem, indulunk a családdal a Balatonra. Lementem, vittük a böröndöket. Hol az autó? Jézusom! Jézusom! Tudtam, hogy ide tettem be, pontosan ide álltam be este vele, a lépcsőház elé. Autó nem volt, bérautóval mentünk. Utolért a szereped, Átka. Megfújták az autót. Aztán utána még kettőt. Azt a mindenségét. De volt, amikor kaptam szigorú figyelmeztetést, mert riasztót szereltettem az autómba. De hát az akkori riasztók úgy működtek, hogy egy kis széllökés volt. Jaj, akkor üvöltöttek egész éjjel. Kimentem, akkor egy 1002-es Ladám volt. Oly, Fehér Anna! Gyere, Anna! Gyere. Szia! Gyere! Fehér Anna is megérkezett! Jó napot kívánok ehhez, és mindenkit a ránézést kérek, hogy mindenkit rendesen itt ül, már dolgozik, és én pedig megérkezem ilyen jó kis belépővel, így kell csinálni. És azt is hozzá kell tennem, hogy én körülbelül 10 percben tovább is kell, hogy menjek, de a szívem, a lelkem és néhány biztató szó, amit Nemecsektől is kaptam telefonon, mert az Lacit nem értem el, szóval a itt nem levés lehetetlensége hozott, úgyhogy mindenkinek nagyon sok szeretettel mindenkit ölelek, köszöntök. Kicsit leülök valaki mellé, vagy őknek az ölébe, és aztán elnézést kérek előre mindenkitől, mert szia!
mert aztán nekem el kell mennem. Várja, Anna, velem kellett volna kezdened, mert éppen én beszélek, és itt sokkal jobban fölhívhatom magamra a figyelmet. Sziasztok! És te most itt fogsz állni? Akkor folytatom helyetted. Tehát ott tartottunk, hogy fújt a szél rettenetesen, és én nem hallottam, mert a másik oldalon állt az autó. Reggel lementem, és egy papír várt a szélvédőre kitéve. Ha még egyszer hallom egész éjjel dudálni az autódat, te szemétláda, akkor megnézheted a darabjait. Aláírás, Hegyi Bernát. De jó! De szellemes! Nagyon. De és ilyen rendőri igazoltatáskor nem volt az, hogy kollégaként fölismernek, vagy ilyesmi? Ez előnyöd nem származott a rendőrszerepből ezek szerint. Hát azért volt. Na. Volt, amikor kimentem tehát a feleségemnek, aki akkor még nem az volt, de hát ezért be akartam mutatni a királydombot, ahol István a királyként működtem. De hát ki volt írva, hogy behajtani tilos. Én pedig mondtam, nem számít, ha jön a rendőr, akkor majd szólok. Mit tesz Isten? Pillanat múlva jön a rendőrautó, bevág szembe velém, velem. Na most mi lesz? Kiugrottam és elkezdtem rohanni a rendőrök felé. Tudnak titkot tartani? Tessék, mi van? Tudnak titkot tartani? Ugyanis most lesz 15 éves az István a király, és jöttem terepszemlézni, de ne tudjanak róla, mert most lesz egy díszelőadás az eredeti szereplőkkel. Igen, tényleg, azt mondja meg művész úr, hogy a Vikidál, amikor ott énekelt, és akkor innen ment a... Óriási, nagyon jó, így kell csinálni. Köszönjük na, szépen! Felsőci Laci. És akkor én Fehér Annának visszaadom a mikrofont, és rögtön egy kérdést is intézek hozzá, mert tovább kell menned, játszó előadásod lesz, gondolom. Hogy arról beszélgettünk, hogy ki hogyan kezdte el, hogyan emlékszik arra, amikor elindult a sorozat, az első forgatási epizódokra, illetve arra a családra, ahová bekerült, hiszen te egy egészen csodálatos és különleges családban kezdted el Takácséknál. Én előtte forgattam Horváth Ádámmal egy Molnár Ferenc darabot, egy tévéjátékot, Szabó Sándorral és Lukács Sanyival, bocsánat, Luki Pucival, szóval a becenevüket mondtam, elnézést kérek a nevükben, és egy tavasz ősszel forgattuk a Marsalt, és utána kerültem bele, akkor ismert meg az Ádám, és felhívott, hogy egy ilyen dologban, ami nem tudni, hogy mi lesz belőle, van egy próbaadás, gondolom, aztán többen elmondtátok, szóval, hogy akkor ahhoz van-e kedvem. És én annyira jól éreztem azon a forgatáson magam, annyira szerettem színésznő lenni, annyira tehetségesnek éreztem magam, mert minden olyan jó volt, minden olyan magától értetődően és könnyen ment, ami addig nem éreztem azért túl sokszor az életemben, a pályám elején, hogy én boldogan mondtam rá igent. Nem fogtam fel, hogy csak nem is foghattam fel, hogy mi lesz ebből. Az, hogy a Komlós Gyucik és az Ente Feri unokája lehettem ilyen sok éven keresztül, ez egy olyan torokszorító ajándéka volt még életükben is az életemnek, ami csak már, hogy a fentről néznek minket, az csak erősödött. Tehát én ebben nagyon, nagyon boldogan és nagyon magától értetődően csöppentem bele. Anna, bocsáss meg, csak egy szóra azért álljunk igen, meg itt. Igen, elbőgöm. Csak azért álljunk meg egy szóra, mert nekem is alkalmam volt jól ismerni így a forgatásokon kívül is Jucikát, és hogy ő tényleg úgy tekintett rád, mint az unokájára, igen, mint a családtagjára. Igen, az én nagymamám lányára. 14 éves koromban sajnos már elment, és ezért nekem tényleg a nagymamám volt minden ügyemet, a munkámat, hozott nekem színdarabot, meg is van még az a színdarab, hogy én azt játszam el, nagyon sokat mesélt a Margitról, a lányáról, arról a stúdióról, iskoláról, amikor mindig ott ültünk a gazdagréti öltözőnkben, és vártuk, amíg várakoztunk addig, és én tátott szájjal hallgattam, és olyan fura volt, mert mindig akkor is eszembe jutott, hogy milyen jó, hogy ez velem megtörténik, hogy én még itt ülhetek, és beszélgethetek vele. Hát amikor jött Zente Feri bácsi is, az már vége volt, mert én nagyon röhögős vagyok. Tehát én nekem sokszor ennyi elég a színpadon, és én elkezdek, vége van, csorog a könnyem, lila a fejem, rettenetes állapotba kerülök, és akkor egyszer csak a Zente Feri bácsi is hasonló volt. És azért a nagyapámmal néha, hogyha valamint úgy megkattant egy jelenet forgatás közben, akkor már néztünk mindenfelé, csak egymásra nem, mert az egy ilyen öngerjesztő folyamat, nem csak akarás kérdése. Igen. Azt elmondhatjuk, hogy voltak olyan stábbulik, ahol
ami drága kollégáink összevágták azokat a jeleneteket, amiket elbakisztunk évről évre, és akkor nagyon tudtunk röhögni egy-egy év végén azon, hogy volt a Kulka János is a bőrkabát, azt én sose fogom elfelejteni, talán az megvan mindenkinek, de hát mindenkinek voltak híres bakiai, meg olyan híres nagy röhögések ebben a szériában, ami egyébként szerintem azt is mutatja, hogy ezek nem csak nagy szavak, és ezt talán elhiszik nekünk most, akik itt vannak, hogy tényleg nagyon, tehát tényleg családias volt az a hangulat, amiben forgattunk folyamatosan, és ez nyilván Ádámnak vagy Ádáméknak köszönhető, aki közben egyébként egy kőkemény profi. Tehát nem arról van szó, hogy el lett kedveskedve a forgatás. Nevezzük egyszerűen diktátornak. Szóval nevezzük. Mondhatjuk nem, ezt is. Bizonyos, de ez kellett is hozzá. Most, amit most mondott a Kristóf, az olyannyira igaz, hogy én nekem most is a családom része, hogy most megérkeztem, hogy csak egy pár percet hozok, de muszáj, de megérkeztem, és ott álltak a családom. Szóval a forgatáson mi nem találkoztunk annyit. Ennyi év alatt persze összeértünk, de egy családdá, de a stáb tagjaival, hát velük állandóan, tehát velük többet találkoztunk sokszor, mint a távolabb élő rokonainkkal egészen pontosan. Tehát most, amikor találkozom velük, akkor hiába nem találkoztunk régóta, az pont olyan, mint amikor a családommal találkozom, és örülünk egymásnak, vagy igen. Nem sokára megyünk, Erika, bocsáss meg még csak, hogy Annának mennie kell, még ha időzzem nála. Egy picikét, köszönjük szépen. Szóval amikor jött az ötlet, vagy nem tudom, te hogy tudtad meg, hogy ez a széria a számodra el fog indulni, tehát hogy megkaptad ezt a szerepet, vagy Ádám számít rád, akkor te a pályádon éppen hol tartottál, hol voltál? Hát ugye az első lépéseknél tartottam, azt képzeltem, hogy hát elképesztően fog minden menni, mert hogy az élet olyan, hogy az ember nagyon akar valamit, nagyon igyekszik megfelelni, és akkor azok mindig teljesülnek is. Hát ez persze közel sincs így, de nagyon fiatal voltam, nagyon sokat dolgoztam már színházban, és elég sokat forgattam. Tehát akkor azt nem érzékeltem, hogy ez sok, vagy hogy ez egy olyan foglalkoztatottság, de sok munkám volt, mint az Ádámmal is a Marssal. És akkor ő hívott fel, hogy lenne kedvem, nem lehet róla tudni semmit, az se, hogy lesz-e hosszabb távon, de van-e belőle egy próba, és akkor így kezdődött. És akkor persze, én még nem tudtuk, mi az, hogy sorozat, vagy hát lehet, hogy én nem tudtam csak, de nem, Magyarországon, hát nem volt Magyarországon ez egy ismeretlen dolog volt, hogy ilyen hosszú sorozat, tehát ezt úgy nem fogtam fel. Azt, hogy ennyi év eltelik, és ennyi szeretet, ennyi kényeztetés, ennyi mindent hoz majd, ami később ilyen ízeket, hogy itt ülök, és boldogan, és örömmel ülök itt, ennyi év után a többiekkel, ezt akkor mi egyáltalán nem érzékeltük. Tehát akkor elkezdtünk valamit, amit az Ádám személye hitelesített, akkor a stábcsaládomat, akik itt állnak, a stábcsaládomat sem ismertem, akik egyszerűen a legközelebbi családtagjaimmá váltak az alatt a 13 év alatt, nekem is, gondolom a többieknek is, de hogy akkor csak az, hogy az Ádám, akivel nagyon jó volt dolgozni, ő azt mondja, hogy hát akkor most ezt próbáljuk meg. Hát jó. Tehát rendkívül zöldfülű voltam, de ilyen értelemben, hogy nem ismertük ezt a műfajt, hogy ennek a megteremtése is, az, hogy ez 13 évig ilyen élő marad, vagyis így tükrözi a magyar változás valóságát, és ettől ennyire... Azt mondta nekem tegnap valaki a pozsonyi pikniken, hogy jaj, annyira sajnálom, most fejeződött be negyedszer. És ő nem viccelt, én egy kicsit ironikusan mondtam el, de ő egyáltalán nem, alig várja, hogy majd újra elkezdjék. Ezt már négyszer megismételték. Jaj, annyira, most lett vége negyedszer az ismétlésnek. Szenzációs. Még egy kérdést engedj meg, mert ti is egy emblematikus férfeleség voltatok ugye a sorozatban, hogy házassági tanácsokat kaptatok ti akkoriban? Mert ugye sokszor került, hát nem sokszor, de többször került ilyen mélypontra a ti viszonyotok a sorozat szerint. Hát engem egyszer azt mondták, hogy én beszéljem már meg a férjemmel, hogy mi ne vegyünk, vagy igen, az erdésszel beszéljen már meg, hogy miért járok én egy Forddal, miközben a nagyanyám nyakán élünk. Bocsánat, kérek, én is azt hittem, hogy valaki viccel, de nem viccel. Akkor egy kicsit azért meghökkentem, de hát látják, sokféle a világ, hát sokfélék vagyunk. Azt ma sokat mondták, hogy én nem maradjak a presszóban, ezt a drága jó embert, ott túl sok az elhívás,
és hogy ne hordjam így a hajamat, azt is mondták, mert hogy az úgy túl-túl szép, és akkor én kiteszem magam annak, bár szerintük a férjem majd mindig megvéd. Tessék, hogy ezeket. Tehát kaptunk, abszolút kaptunk tanácsokat, igen. Nagyon szépen köszönjük Fehér Annának. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megtisztelted a kedves nézőket, mindannyiunkat, jó előadást kívánunk neked. Szia, drágám! Sajgál Erika, Erikával megyünk tovább. Hát ez majdnem mindenkire igaz, amit mondani fogok, de rád feltétlenül, hogy tényleg semmit nem változtál gyakorlatilag az elmúlt... Holnap is jövök, Kristóf. Az elmúlt évek alatt, ez egészen elképesztő. Én halálosan szerelmes voltam Sajgál Erikával, bocsánat. De... Tehát tényleg jövök István, kérlek, hogy ne ugorj rögtön, de mentségemre legyen mondva, hogy ti már 13 éves koromtól kezdve, hiszen a Radnóti Színházban együtt játszottunk Shakespeare Julius Caesarjában. Hát én nem játszottunk, ez most nagyképűen hangzik, vagy jól hangzik. Nem csak Károly is emblematikus szereplő volt ugye Julius Caesarban, hozzá kell tegyem, és Mihály Győző is, aki most nincsen itt velünk, de hát szintén szomszédok szereplő volt. Úgyhogy amikor én bekerülhettem oda a Radnótiba, akkor ámulattal, bámulattal nézte le benneteket a színpadon, és tényleg csoda volt. Hozzá kell tegyem az én szerepemről annyit, hogy halott kisfiúkat játszottunk a Julius Caesarban, tehát nem volt nagy kihívás. Kolovratni Krisztiánnal és Bakonyi Péter barátunkkal bementünk, összevéreztek minket így, le kellett csuklanunk a földre, és akkor a Nemcsák Karcsék fölkaptak minket, bevittek a színpadra, aztán letettek egy perc, aztán tovább vittek minket. Ennyi volt a szerepünk, de szerintem nagyon jól játszottuk, úgyhogy nekem így indult a karrier. Erika, te hogy kerültél be a Szomszédokba? Ádámnak fantasztikus képessége volt arra, Ádám az mindig Horváth Ádám volt, rendezője, írója, szülőatya a sorozatnak. Összekuszálja a szálakat, és aztán gyönyörűen kisimogassa őket. Nekem az a nagy becsület ért, hogy két fantasztikus férfit is kiutalt a sorozatban. Az egyik egy kicsit fantasztikusabb, ha megbocsánat. És kicsit és jobban, ott is maradtam. És kicsit jobban kiutalta. És kicsit jobban kiutalta, igen. Tudta előre, amit én még nem tudtam. Hiszen ti egy pár lettetek aztán. Mert Desiré már régen játszott a sorozatban, és mi még egyáltalán nem voltunk egymás közelében sem, amikor én elkezdhettem játszani Trokán Péter oldalán ebben a nagy csábító voltál, nagy dög voltál. Egyébként csak úgy, érdekes, én azt hittem, hogy egy naíva vagyok. Mindig azt hiszitek. Talán Pétert is ezzel győztem meg, mert úgy emlékszem, hogy meggyőztem, hogy egy kicsit, most Alma nincs itt, hogy egy kicsit legalább legyen velem. És csak mint mérnöknő apostrofált engem Ádám, és abban is egy fét is volt, hogy én azóta is folyamatosan építkezem. Az életemben valahogy ez így, kaptam egy ilyen pecsétet, és nem tudtam, hogy, de most... Egy idő óta már elgondolkodtam, hogy nem Ádám volt az annak idején, én kijöttem a főiskoláról, még semmit nem tudtam az életemről, és egyszer csak így belökött egy úton. Szóval volt szerencsém Péterrel játszani, és az a gyönyörű fordulat, ami Ádám eszébe jutott, hogy mielőtt vége lett volna a sorozatnak, és mi a másik gyönyörű férfi emberrel már összetalálkoztunk a Szomszédokon kívül, és már egy pár voltunk az életben, és egyszer csak az már meg is látszott, de akit jó. Egyébként nem akarok lelőni, de valahogy a Desiréd mellől kanyarodott vissza ő hozzá. Tehát, hogy Ádámnak nagy költői képessége volt arra is, hogy valahogy egy kicsit megbolygassa az életet, és aztán mégis mindenkinek kisimogassa a lelkét, amilyenket nagyon kisimogatta. Nagy tapsot kérünk szépen, és sok boldogságot kívánunk a jövőhöz is, meg a jövőben is. Hát ha már a családban maradt, nem? Akkor Karcsi, te maradsz a végére ezek szerint, akkor Kovács Istvánnal folytatjuk. Hát a te oldaladról, te emlékképeidben hogyan szerepel ugyanez a történet? Ti találkozásotok? Hát ugyanígy természetesen. Nem is mondhatsz mást, persze. Nem is akarnék mondani más. Igen, hát én végül azon gondolkodtam, hogy én ebben a filmben azt hiszem, hogy korszakváltást értem meg a pályámon,
Én innen jogos, a csábító, a gazcsábító szerepét én innen számítom. Pontosabban, hát, ha nem is gaz, de mindenképpen csábító. A csábító az mindig egy, az párosul, az egy a gazcsábító. De ezt én átéltem, mert hogy nagyon népszerű volt a sorozat, értem szerint. Hát most te magad is, most tényleg nem udvarolni szeretnéd, de hát te azért egy férfi ikon voltál már akkor, amikor elindult. Ne tessék zavarba. Hát ugye ezt mindenki tudja, ismerjük a filmjeidet, ismertük akkor is, tehát amikor te a Szomszédokba bekerültél, ami ugye egy elképesztő sikert hozott mindenkinek, te akkor már jól ismert, hát nem gazd, de nagy csábítója voltál. Nem, én innentől számítom. Addig én egy egyszerű hősöket játszottam ezt megelőzően. Na jó. És akkor a Szomszédok, meg az Abigailben én ilyen gazcsábítót játszottam. Meg kell mondjam, hallatlanul szórakoztató volt ez az új szerep számomra. Például ugye én szeretem mindig is gyalogjárni, és én így többet találkoztam a közönséggel. Rengeteg kalandom volt, és amikre ennek kapcsán emlékszem, olyan volt, hogy jött szembe egy két-három ember, jaj, a Desiré! És mögött azt mondja, a Desiré! És az nekem nagyon tetszett, és ugyan az Abigailben a Kunc Feri hasonlóképpen volt, hogy volt egy lelkes, meg azt mondja, az a szemét gazember. És ezt nagyon élveztem. Kunc Feri, most mondod az Abigailt, nekem egy színpadi verzióban alkalmam volt Kunc Ferit játszani. Igen? És egyszer bejött egy kedves néző, és mondta, jó, de nem olyan, mint a Kovács Pista. Szóval köszönöm szépen. Egy szerepet nem szabad valaki után eljátszani, ha már egyszer letett az asztalra egy ilyen komoly nagy alakítás, vagy egy ilyen emblematikus alakítás. Melyik a jobb? A pusztán hősöket játszani, vagy a gazcsábítókat? Hát sokkal színesebb a gazcsábító lehetősége. De hát természetesen én így nem tudok válaszolni a kérdésre, vagy ez, vagy az a szereptől függ, gondolom. Azt, hogy neked az életed úgy alakult, hogy a tenyerén hordozott a Jóisten mindig is szakmai értelemben, hiszen ezt mindannyian tudjuk, azt nem... Mit gondolsz, hogy minek köszönheted? Az alkatodnak? Nem annak, hogy a Jóisten tenyerén hordozza. Csak ennek köszönhetem, semmi másnak. Nem tudom, észrevették, a mi szakmában manapság már nem divat a magázódás, de mi magázódunk azóta is, és ez ad egy kis pikantériát is a mi egész közös életünknek. Azt hittem, hogy a szerepből csináljátok az előbb, hogy Janka néni, de akkor ti a magánéletben mi azóta is. Mi azóta is magázódunk, hát nem bírom letegezni. És ő sem téged. Engem. Hála Istennek abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sokat találkoztam vele színpadon, de azt gondolom, nem kell a mi kettőnk életére szűkíteni a Szomszédokat. Fantasztikus 13 évet éltünk meg, és azt gondolom, hogy és a beszélgetéseket hallgatva mindenki így gondolja, és Anna is megemlítette, és nagyon sokan, hogy mi tényleg egy fantasztikus család voltunk, és nem csak a színészek, hanem azok a fantasztikus kollégáink, akik folyamatosan 13 éven keresztül dolgoztak, hisz a forgatás az csütörtöktől vasárnapig forgott a film, de utána és előtte is rengeteg olyan utó és előmunkálat volt, amiben gyakorlatilag folyamatosan dolgoztak a kollégáink. Ezért is volt az, hogy az egyik hajnali forgatáskor kettő körül fejeztünk be egy éjszakai jelenetet, és másnap a stábnak 6 órakor már a helyszínen kellett lenni, hogy előkészítsék a napot. És vetkőztem le, és az öltöztető hölgy, aki már a fáradtságtól nem látott, azt mondta, hogy borzasztó. Téged vagy vernek, vagy te versz valakit, te vagy itt a gazdagréti Batman. Úgyhogy én azóta vagyok a gazdagréti Batman, lehet, hogy abban kellett volna jönnöm, valamilyen ilyen ruhában. De... Ezt majd a 40. születésnapon elsütjük, és akkor át is repülsz itt majd gazdagrét fölött, akkor erre készülünk. Karcsi, neked azért nagyon sok színű volt a szerepet, mert alapvetően egy nyomdász fiú voltál, ugye? Igen, én végigjártam a szamár létet, úgyhogy én... Én ezt nem kétlen, kétkezi munkától kezdve a szellemi munkáig. Közben kecsölni mentetek, ugye hétvégente, zongora, cipelés, szóval volt ebben minden. És valóban... Mai napig hívnak, úgyhogy jó a rendelésem. Sőt, nagyon helyes volt itt egy kedves úriember, azt mondta, hogy... Lehet, hogy beállunk így egy fotóra. Ő ugyanis a boxklubból jött, és
megkérdezték tőlem, hogy kellett-e dublőrt használni, vagy én voltam mindig jelen. De... Óriási. Ahogy a mi életünkbe is beleépült a szomszédok, azt gondolom, mi is beépültünk nagyon sok ember életébe, és sokat érzékeltem azt, hogy sok-sok magányos ember életében mi lettünk a család, ami fantasztikus és nagyon jó érzés. De ugyanígy voltak önök is a mi életünkben, hisz önök nélkül nem lett volna ekkora sikere a szomszédoknak. Köszönjük szépen! Péter? Sokan kérdezték tőlünk, hogy mi a szomszédok sikerének a titka. Egyikünk sem tudta megválaszolni. Az, hogy azok, akik annak idején nézték a sorozatot, azoknak mit jelentett, és hogy primér hatásként mennyire volt fontos, és mennyire volt két hetente fontos, hogy ott üljenek a tévé előtt. Az tulajdonképpen érezhető volt, de ennek most... Én most felhívnék ide a színpadra két fiatal embert, mert azok a fiatalok, akik akkor még nem is éltek, amikor a szomszédok ment, és azóta azt hiszem, hogy nagyon szeretnek minket, ti ketten gyertek föl, te a trikóba, igen. Igen, mert neki van egy két... Gyertek, itt oldalt fel tudtok majd jönni akkor. Tehát itt van két kölyök, már bocsánatot kérek, tizenévesek, és és mindjárt megtudjuk, hogy hol csináltatta ezt a szomszédok pólót. Én megkérdeztem tőle, és a kedvesétől kapta. Talán ők tudnak választ adni arra, nekik mit jelent a szomszédok, és ők hogyan kapták meg sikerként, és nekik mitől siker a szomszédok. Jó ötlet, nagyon jó ötlet, Péter, hiszen valóban tulajdonképpen beszéltünk már, sok okosságot elmondtunk, mennyire korrajz volt, mennyire aktuális volt, de igazad van, hogy talán a 20 évesek gyertek a színpadra. Hát hadd tudjuk meg, akkor egy nagy tapsot kérünk szépen két kedves nézőnknek. Gyertek ide, és akkor hadd tudjuk meg a neveteket. Tamara. Ádám. Tamara és Ádám. Mágenény. Ez egészen csodálatos. Tényleg itt van ez a póló, amin Taki bácsi lenkenéni. Nem csodálatos, mert én nem vagyok rajta. Bőn bácsi, etus. Na, és akkor hogyan született ez a pulcsi? Nos, hát ezt a pólót tegnap kaptam a barátnőmtől, úgyhogy születésnapomra kaptam volna, ami októberben van, de ugye megtudta, hogy ide jövünk. Aztán hát addig nem tudott várni vele. Nagyon helyes. Igazság szerint ő nem tudtam, én nekem is volt egy olyan tervezetem, hogy mindenkit ráraknék. Csak az a baj, hogy erre a pólóra senki nem fért volna, mert én nem fért volna rá mindenki. És hát igen, és ez lesz a következő, hogy hazamegyek, és majd a hátuljára rárakunk még egy pár embert. Nagyon szépen köszönjük. Oda csak egyet kellett volna. Ez egészen csodálatos. Viszont azt hadd kérdezzem meg, hogy ti mikor láttatok szomszédokat? Hát igazság szerint nálam 2007-8 környékén kezdődött, amikor ugye az M3 elkezdte sugározni, és azóta minden évben végignézem a sorozatot, mert ugye akkor még nem ismételte egy. Óriási tapsot kérünk szépen! 2007-ben kezdődött, és minden évben végignézi az ismétlést. És lesz egy szomszédok tetoválásom is, csak hogy... Jóságos Isten! Hölgyeim és uraim, Tamara és Ádám, köszönjük szépen! Óriás taps nektek! Hát, hogyha ez a tetoválás elkészül, ebből országos hír lesz, ezt én most előre elmondom. Majdnem megígértem, nekem is lesz, de nem, egyetem lesz a tetoválásom. Csodás! Nem, a titokra valószínűleg a választ sosem fogjuk megtudni, de hogyha ilyen csodák történhetnek, és higgyék el, hogy nekünk ez valóságos csoda mindezt megélni, és csoda önökkel találkozni, és nagyszerű volt most is egy picikét múltat idézni ebben a szuper társaságban. Hadd kérdezzek mindenkitől még a búcsú előtt, mielőtt fölhívnám a stábtagokat majd a színpadra, egy mondatot, ez pedig az, hogy ha benne vagytok, mindenkit megkérdeznék arról, hogy ki az, akit ide idéznétek, aki már nincsen velünk, és itt lenne a helye ezen a színpadon. Mondjatok mindannyian valakit. Minden. Hogyha... Vagy... Mindenki. Oké, okay, elhangzott a válasz, azt mondják a kollégáim, hogy mindenkit. Én hadd emlékeztesek valakire. A Feri, Vágási Ferének az
az édesanyja jelent meg egyszer-kétszer, nem tudom, hogy emlékeznek rá, aki begyújtott a gáztűzhelybe, Hacser Józsa, olyan alakítást nyújtott benne, ami szerintem Oscar-díjas. Mindannyian, akik benne voltunk, mindannyian kicsit többek lettünk tőle, de az, amit a... Volt egy fajta stílus, játék stílus a szomszédoknak, most nem menjünk ebben nagyba, de az, amit a Józsa csinált abban a pár jelenetben, az egészen frenetikus volt, és én arra emlékszem, hát meg többek között, de azért annyira megmaradt bennem, hogy nem tudom. Üveges szemek, Józsa, fantasztikus, nem? Igen, fantasztikus. Azért hadd szóljak már bele, nekem azért van két mondatom a szomszédok sikerét illetően, hogyha már ezt boncolgatjuk. Én azt gondolom, hogy mindenkit megszólított a szomszédok, és ez legyen budapesti, vidéki ember. Tehát mindenkihez szólt egy mondatot, és ami, hadd beszéljek azért a mi szakmánkról is, biztos vagyok benne, hogy attól mai napig nagy a siker ennek a szomszédoknak, hogy színészek játszották a legkisebb szerepet is. Így van, bravo, köszönjük szépen, Karcsi, köszönjük. Nagyon pontos és nagyon fontos mondat. Úgyhogy ezek után az alkotótársak közül nem tud mindenki itt lenni a mai napon, de a szívünk összes csókjával öleljük Csűrös Karolát és Horváth Ádámot mindannyian innét a színpadról. Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik. És engedjék meg, hogy ebben a pillanatban a színpadra szólítsam azokat a stábtagokat, akik itt lehetnek velünk, de legelőször is másik főnökünket, Bújtás János rendező urat! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Bújtás János vagyok. Én a Horváth Ádám tanítványa voltam a főiskolán, és akkor végeztem, amikor elindult a sorozat, és nagy örömömre fölkért a rendezői munkára. Fiatal rendezőként fantasztikus volt ilyen művészekkel együtt dolgozni. A több mint 300 résznek közel a felét rendezhettem, és az életemnek egy meghatározó élménye. És azt gondolom, hogy a művészek fantasztikus munkája nélkül a sorozat nem lett volna az, ami. De a közreműködő stábtagok munkája nélkül se lett volna az, ami. Úgyhogy néhányat szeretnék közülük bemutatni. Szabó Gábor technikust. Elsőként gyere föl gyorsan. Aki a mindenes volt, mindent ő javított és csinált. Sőt, még egy szatír szerepre valamelyik epizódba föl is kértük. Szeretném fölkérni a színpadra Simon Tamást és Hajva Ferencet, akik a produkció egész során a kellék részt üzemeltették. Abszolút szolgálatkészen és profi módon. Szeretném fölkérni Vas Csabát, aki a képtechnikusa volt a sorozatnak, tehát minden, ami műszakilag fontos volt, az rajta múlott. Szeretném fölhívni a színpadra Krajcsovics Istvánt, aki a hangmérnöke volt a produkciónak, és nagyon sokat segített mindenkinek a munkában. Gratulálunk! Szeretném fölhívni Lénárt Máriát, aki a ruha és a jelmez felelőse volt a produkcióban. Szeretném megkérni Kecskés Lászlót, hogy szaladjon fel a színpadra. Ő volt a technikai mindenese a produkciónak, technikai rendezője, szervezője. Rózsikát szeretném megkérni, hogy jöjjön fel a színpadra, aki az irodai és az összes ilyen háttérmunkát segített a produkció szempontjából. És nem utolsó sorban szeretném fölhívni Szabó Gábort, aki a produkció gyártásvezetője volt ebben a 13 évben. És szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik most nem lehetnek itt. Szeretnénk a művészek közreműködését, akik itt vannak, és boldogan emlékszünk és nagy szeretettel azokra, akik már elmentek közülünk, és nagyon örülünk, hogy ennyien pártolói vagytok a sorozatnak, nagyon örülünk, hogy olyasmit tettünk le az asztalra, ami ma nektek is egy élmény lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük, hogy itt lehettünk. Nagyon szépen köszönjük. Maradjunk még, álljunk össze egy közös fényképre, hogyha a kedves kollégák kérnék.
A mélyen tisztelt hölgyeknek, uraknak, gyerkőknek köszönjük szépen a figyelmet. Nincs vége a programnak, egyáltalán nincs vége. Folytatódik minden tovább, csak mi szeretnénk egy közös fotográfiát elkészíteni, így úgyhogy, és ez, kérjük önöket is, hogy posztolják, legyen tele a Facebook most ezekkel a fotókkal ma estére. Úgyhogy boldog születésnapot, szomszédok stáb! Boldog születésnapot, kedves nézők! Boldog születésnapot nektek!